esetben szerintem rágörcsöltünk elég rendesen, meg a kommunikáció hiánya felmerült a csapatunkban, de ezt hamar feloldottunk ugye a második szett elején, és így sikerült ez a győzelem. Most Kaposvár, most folyamatos edzés van, meg Grácz előtt is, úgyhogy hát kemény időszak ez az elmúlt két hét. Ez nagyon kemény időszak, de hát élsportolók vagyunk, ilyen az élet, haladni kell napról napra, úgyhogy szerintem meg tudjuk csinálni. Arra vagyok kíváncsi, hogy az első szett után mit mondtál a lányoknak, mert hát gyökeres változás következett, hál' Istennek mondhatjuk. Hát azt kértem, hogy ne vétsenek ennyi ki nem kényszerített hibát, legyenek fegyelmezettebbek a blokkirányokat illetően. Nem nagyon tartottuk a két négyes ütőjükre, ott monoblokkot beszéltünk meg, az átlójukra pedig átlót, és hát rendre fordítva működtünk. Az ellenfelünk pedig élt ezekből az ajándék pontokból, és erőt merített, és újra és újra tovább lendítettük őket. Végén be is toltuk nekik a játszmagyőzelmet. Ezen kellett változtatni. Tehát ahogy a saját hibáinkat le tudtuk redukálni, jóval kevesebbre, nyilván hiba nélkül nem várhatja az ember, hogy játszunk, de amikor már adott szituációkban, akkor elsősoros az ellenfélnek a föladója, nem vétettünk annyi szervát, akkor már jóval nehezebb dolguk volt egy-egy állásban, több pontot tudtunk csinálni, és ezzel viszonylag nagyobb arányú győzelmet is tudtunk szerezni a második játszmába. A harmadikban megint éreztem egy kis dekoncentrációt, újra visszatértünk a hibákhoz, szerencsére nem olyan mértékben, mint az első játszmába, ezért így kicsit szorosabban, de meg is tudtuk szerezni a harmadik játszmát is, itt már 2-1 volt összesítésben nekünk, utána úgy érzem, hogy megtört az ellenfelünk feladt a harcot, és a negyedik játszma az már tényleg egy ilyen örömjátékká fajult. Nyilván az nem lehet pozitív, hogy az MTK nyert egy szettet, de azért összességében gondolom jó, hogy ilyen meccsek is vannak a bajnokságban, ahol azért kell gondolkodni esetleg, hogyha nem úgy alakul egy-egy szett, és nem megy minden rutinból. Igen. Természetesen jó lenne, hogyha ezek a szituációk úgy alakulnának ki, hogy az ellenfél csinál valami olyan váratlan extrát, amire nem voltunk fölkészülve, és akkor ott hirtelen ki kell találni valamit, át kell szerveződni, változtatni kell a dolgokon. Annak kevésbé örülök, hogyha ez a mi saját dekoncentrációnkból adódik ilyen szorossá. Természetesen vannak ilyen dolgok, meg tudom én is nagyon jó játékos pályafutás, amikor ennyi mérkőzés van, akkor az ember óvatatlanul egy kicsit osszoroz, osztályhoz tartalékol, jó, akkor most ez van, az van, vasárnap megint mérkőzés, jövő héten fontos nemzetközi kupa mérkőzés. Tehát biztos vagyok benne, hogy valahol ott a buksiuk hátuljába ez ott motoszkál,
és ha nem is tudatosan, de így van némi koncentráció beli tartalékolás.